Trákia zenekar, amikor gyakorol, akkor honnan veszi az ihletet, illetve honnan jönnek azok a számok, amiket játszanak? Hát az új repertoárunkat azt úgy szoktuk összeállítani, hogy ha valaki hall valamit, ami nagyon tetszik neki, akkor azt egy picit úgy maga megpróbálja kidolgozni, és aztán elhozza a többiek elé a próbára, és akkor meglátjuk, mi sül ki belőle. Milyen egyébként a hangulata ezeknek a daraboknak? Hát azt mondhatom, hogy szinte minden dalnak egyedi hangulata van, azért is szeretjük nagyon a balkán népzenét, mert vannak nagyon hallgatós, nagyon mélyre nyúló lelki, szinte lelki mélységeket érintő dalok, és vannak olyanok, amik pedig inkább a testmozgást, a táncokat erősítik, tehát ilyen pörgősebb dallamok, úgyhogy azért nem tudnám fontosan megmondani, hogy mi, mert mindegyik másmilyen. A mai programban nem már lehet tudni, hogy mi szerepel? Igen, ebben pontosan ilyet is hoztunk. Ugyan rövid kis koncert lesz, de igyekszünk mindenféle hangulatot teremteni vele. Itt is lesz olyan, ami ugye most polgár zenét fogunk játszani, ami Sopvidékről, tehát Szófia környékéről származik. Ezek kifejezetten gyors, lüktetésű tánczenék lesznek, és lesz olyan is, ami pedig egy ilyen verses dolog lesz, egy feldolgozás tulajdonképpen a Dilmano Dilberról. Időnként hallani, hogy a pandémia időszak nehézségeit a zene szeretete segít elviselni. Önök hogy vannak ezzel? Hát mi is pont így vagyunk vele, és azt hiszem, hogy ez mindenkinek, tehát nem csak zenészeknek, hanem ez mindenkinek fontos, hogy otthon akár rádióban, akár hangfelvételről bármilyen zenét meg tud hallgatni, és ebben hát ez abszolút lelki dolog, hogy kit hogyan érint, de mi például a pandémia alatt jó sok lehetőségünk volt arra, hogy gyakoroljunk, és a gyakorlásokból lett az, hogy végül is idén mi meg tudtunk csinálni egy hanganyagot, amit már régóta terveztünk, de olyan sok más elfoglaltságunk volt, hogy valójában nem tudtunk neki látni, és most pont összejött. A pandémia körülményei között, de azért mégis megünneplik a karácsonyt, illetve az ünnepi szezont. Milyen kultúráknak az üzenetét hozzák ide az előadók a körösibe? Az idei évben ugye a Covid-járvány rányomta a bélyegét az egész világra, és ez ugye kihat az egész emberiségre. De a kőbányai nemzetiségi önkormányzatok idén júniustól meg tudták tartani a kerti rendezvényeiket a Bárka kőbányai humánszolgáltató központban, úgy mint gyermeknapokat, családi napokat, gasztronómiai napokat, és ez az a rendezvény a mai, a nemzetiségek karácsonyi rendezvénye, amely 11. alkalommal kerül sor a mai napon. Tavalyi évben ugye a pandémia miatt nem tudtuk megtartani, de nagyon örülünk annak, hogy a mai napon sikerült ezt megszervezni. És kik jönnek ide, kiknek a produkcióit láthatjuk? Ebben az évben egyedül az ukrán zenei csoport stúdiónak a gyermekei lépnek fel. Kimaradt a tánc, mert szoktak jönni a bolgárok és a szerb közösségtől a gyermekek, de pandémia miatt nem merték a tanárok vállalni, és a szülők sem. Így felnőtt fellépőink lesznek, előadó művészek, bolgár zenekar, horvát énekes, előadó művész, örmény, mingu zenekar, egy csellista, előadó művész a német önkormányzat részéről. Tehát 9 műsort, számot fogunk látni a mai napon. Összességében tehát akkor végül is sikerül megünnepelni ezt az ünnepi szezont. Ezek a fellépők, ezek a művészek, ha úgy tetszik, akkor évközben is valamiképpen kapcsolódnak ehhez a hálózathoz? Igen, természetesen, ugye a nyári kerti rendezvényeinken fel szoktak lépni, és most karácsonykor is jellemző a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokra, hogy közösen ünneplik a ilyen hagyományőrző rendezvényeiket, és igyekeznek a kultúrájukból minél többet átadni a magyar közönségnek.
nehéz dolog kórusvezetőnek lenni? Számomra ez még friss feladat, mert június óta vagyok a kórus vezetője. Egy nagyon kedves kórus tagunk volt, 10 éven keresztül töltötte be ezt a megtisztelő tisztet, Fullár Gyula. És hát igyekszem minden erőmmel ellátni. Az az igazság, hogy most a pandémia idején kevesebb lehetőségünk van fellépni, de például most októberben voltunk, ha jól emlékszem, 16-án Pilis-Szentléleken egy nagyon szép kórus találkozón, amely tulajdonképpen szlovák kórusok találkozója volt, de ismerve minket, meghívtak minket is, és egy német kórust, és egy nagyon szép, nagyon bensőséges találkozó volt, ha sokan voltunk. Sokan ismerik azt a falut, a Mi kis falunk című filmsorozatból, gyönyörű szép a temploma, és utána együttesen elmentünk Esztergomba, a bazilika alatti nagy étterembe, és az ebéd után fölmentünk a bazilikába, és a Bakócz kápolnában énekeltünk egy gyönyörű Isten dicsőítünk téged című lengyel dalt, úgyhogy úgy megállt egy kicsit az ütő az emberekben a bazilikában, annyira szépen hangzott. És most mi lesz, amit hallunk majd? Az első az Árhányó Gabriel, angyali üdvözlet, Gabriel Arkangyal és Mária találkozása. A második Jézus Malusenki, tehát a kicsi Jézus, a kisdedi Jézus, és arról szól, hogy az ige testélőn és eljött közénk. A harmadik Buksen Rogi Isten születik. A negyedik, mit tegyünk ezzel a kis deddel, mivel ott van a hideg istálóban, énekeljünk neki vidáman, és leheletünket melegítsük az ökröcskével és a szamárkával együtt. És az ötödik pedig, sietve megyünk Betlehembe, dicsőség a magasságban, béke a földön, ugye igyekeznek a pásztorok Betlehembe. Tehát ezt az 5 dalt adjuk elő. Magyarországon az itt élő lengyel gyökerekkel rendelkező emberek, családok a nyelvet, a kultúrát szeretik ápolni? Nagyon, nagyon. Mi nagyon szerencsések vagyunk ebben a kerületben. Körülbelül ezt senki nem tudja pontosan, de körülbelül 10-12 ezerre tehető a Magyarországon élő lengyelek száma. Ugye e kerületben van az országos lengyel önkormányzat, itt van ugye a mi kis önkormányzatunk, és ami sokkal fontosabb még, ugye itt van a lengyel templom, és a lengyel templom mögött működő második János Pál pápa lengyel ház, amely nem csak a templomba járó lengyel híveknek, mert magyarok is járnak, az otthonául szolgál, és ott az óvodától kezdve kiállításokig, nyelvtanulásig, tehát mindenféle módon ápolják a lengyel kultúrát, és mi magunk is ezt tesszük.